Na sudzie! Razu nie. Pusi, pusi, czup, 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 czup. Milyen szerencse, most még azt is meghallgathatjátok, hogy gitározik a gyerek, mert ma lesz a vizsga. Oha! Ez jó volt ez az ugrás, tehát ez maradjon, hogy büszkeség, hogy vizsga. Ja? És nem hagyta. Kettőkor indultunk, hogy kényelmesen odaérjünk a kultúrtónhoz, ahol vizsga lesz. Mert ugye ilyen helyről nem lehet késni. És mi a lehető legmesszebb laktunk ettől az épülettől, át kellett kaptatni az egész falunk. Itt próbálj, amikor ezt mondja, hogy milyen messze lakol, hogy átsvenkelni, tehát megmutatni, hogy hol van a kultúr. Nézzük meg szövegbe, hogy ez időben hogyan ez. Hát, amíg ezt elmondja. Ezt az átsvenkeléssel. Igen, igen, tehát amikor elkezdi bármi mondani. Kettőkor indultunk, hogy odaérjünk kényelmesen a kultúrtónhoz, ahol a vizsga lesz. Mert ugye ilyen helyről nem illik késni, és mi a lehető legmesszebb lakunk ettől az épülettől. Át kell kattatni az egész falat. De valójában... Olyan lesz. Valójában akkor át is rakhatják magukat, mert hogyha vált, akkor ma ott is lehet. Ugye, nem? Nem. Mi a szöveg ez után? Még van az, hogy átmegyünk. Na menjünk, és akkor előment én akkor vissza. Jó, akkor itt viszont gyorsan, igen, vissza. De akkor viszont, volt, viszont akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy amíg a kultúrtón nézzük, akkor gyorsan beállítjuk, hogy akkor izé, hogy ki legyen erős. Jó, hát beállítjuk, hogy aztán jó. Akkor viszont vissza. Na menjünk. Ki mondja? Na menjünk. Ja. Na menjünk. Így van, ez az. Föl, így föl lehet bátran emelni. Én mentem elő a tanuló gitárról, mert a keskeny járdán épp, hogy elkészült, én meg a nagy hang. Mint egy fél gitárnyival mögöttem jöttek az orosz rokonok, és utána a sort zárta anyám, meg a faterom. Persze az egész kompánia öltönyben. Érdekes, lehet túl korán jöttünk? Lehet. Még egy lélek sincs. Lehet, még három lélek sincs. Itt egy picit az anya meg apa egy picit forduljon egymás felé, tehát kint van az anya elől, és mellé kijön az apa. És mintha neki mondaná? Nem, a kamera felé mondod, és aztán jön az apa, és ő fordul be jobban rád. Érdekes, lehet túl korán jöttünk? Még egy lélek sincs. Lehet, még három lélek sincs. Dani fejét nem látom. Azért bemegyünk, hogy legalább jó helyünk legyen, ha már a gyerek gitározik meg a rokonok is. Gyere, gyere közelebb a kamera fele. Bemegyünk, igen. A zár nem engedett. Hát ugye meg... Itt menjek oda megpróbálni az zár? Nem, nem kell. Szarul nyílik. Nincs másik helye. De próbáljuk ki, igen. A zár nem engedett. Szarul nyílik. Nincs másik bejárat? Nincs. Várjunk, majd lehet, kinyitják. Jó, várjunk. Gyere előre a gitárral, és mit, hogy sétálgatnál a kamera előtt, hogy teljen az idő. De ne élével, tehát szembe a kamerának, igen. Te, egyébként mi van oda az ajtóra ragasztva? Nem hoztam szemüveget. Odahajolsz. Akkor az anyám odahajolt. Ja, igen. És bejárt ajtóüvegéhez, és elkezdte olvasni a kis fehér hirdetést, hogy lesz az a zeneiskolai koncert, ami egyben vizsga is. Vasárnap 3-kor, aztán azt mondta. 5. hó, 27-én. Álltunk ott, én elől a gitárral, éppen egy teljes héttel a vizsgakoncert előtt, az orosz rokonokkal, öltönyben. És ennyi vége, ugye?